Hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma egy olyan dologról fogunk beszélni, amit nagyon-nagyon sokat használunk Franciaországban. Úgy hívják franciául, hogy akronim. Akronim. Azok olyan szavak, amiket úgy mondunk ki, mintha egy szó lenne, de tulajdonképpen nem egy szó, hanem csak betűk, amiket így egymás után rakunk. Van egy nagyon jó példám, amit már ismertek, a TGV. TGV, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy train à grande vitesse. Train, az a vonat, grande, az a nagy, és vitesse, vitesse, az a sebesség. Szóval train à grande vitesse, TGV, az a nagy sebességű vonat. De ezt Franciaországban mindenhol használják, mindenre, az iskolába, a munkahelyen, mindenhol. Szóval ma csak az ilyen közlekedési dolgokról fogok beszélni, de lesznek még olyan videók, ahol munkahelyekről is fogok beszélni, iskolákról meg ilyenek, mert tényleg én amikor Franciaországban érkeztem, abszolút nem értettem semmit, pedig már nagyon jól beszéltem franciául, szóval nem az volt a probléma, hanem az volt a probléma, hogy Belgiumban nem beszélünk ennyire ilyen betűszavakkal, szóval meg kellett tanulni. És még mai nap is úgy vagyok vele, hogy vannak dolgok, amiket így egyszerűen nem értek. Szóval, mivel már a vonatokkal foglalkozunk, beszéljünk az SNCF-ről. Az SNCF az a Société Nationale des Chemins de Fer Français. És az lenne a vasútállomás, vagyis az van írva minden vonatra. Société Nationale des Chemins de Fer Français. Az a Francia Vasutak Nemzeti Társasága. Szóval société, az egy cég, vállalat, társaság. Société. Société. National, national, azaz állami vagy nemzeti. National. A chemin, chemin, azaz út. Chemin. A fer, az a vas. Szóval chemin de fer, az a vasút. Akkor van a RER, RER, az a Réseau Express Régional. Réseau Express Régional. Az a regionális express hálózat, szóval még mindig a vonatokról beszélünk. Réseau az a háló, az a rendszer, hálózat, réseau, réseau. Express, express, magyarul is, szóval gyors, express. És régional, régional, az a regionális, vidéki. Azoknak, akik Párizsban élnek, vagy Párizsban mennek nyaralni, a RATP, az a busz, metró, meg ilyenek, RATP, az a Régie Autonome des Transports Parisiens. Régie Autonome des Transport Parisien. Régie Autonome des Transports Parisiens. RATP. A régie, az a jövedék. Régie. Autonome. Autonome. Az azt jelenti, hogy független, önálló. Autonome. Des transports. Transport, az a szállítmányozás. Transport. És parisien, parisien, szóval párizsi. Akkor van a VTT, az a mountain bike lenne magyarul, vagyis angolul, de úgy mondják magyarul is, van, vagy van egy másik szó ehhez. Mindegy, szóval VTT, vélo tout terrain, vélo, az a bicikli, tout, az a minden, és terrain, az a terep, talaj, terség, terrain. Tout terrain, az a terepjáró. Tout terrain. Akkor, még akkor is, ha ez nem egy olyan, mit tudom én, mennyire közlekedési dolog, de az OVNI,
Szóval magyarul az UFO, OVNI, objet volant non identifié. Objet, az egy tárgy, volant, az repülő, de nem úgy, hogy egy repülő, hanem úgy, hogy ami repül, volant. Non, az nem, identifié, azonosított. Szóval ez egy repülő tárgy, ami nem azonosított. Objet volant non identifié, OVNI. És egy utolsó, amit nem csak a közlekedésre használunk, hanem nagyon sok helyen szokták használni, de én most ezt ide rakom, hogy tudjátok, hogy az mi, az a PV, procès verbal. Az tulajdonképpen egy büntetés. Szóval amikor kaptok a kocsitokra egy ilyen kis büntetés ceklit, azt úgy hívják, hogy PV, procès verbal, de ezt például az utcán is lehet kapni, ha mit tudom én, átmész ott, ahol nincs gyalogátkelő, vagy mit tudom én, akkor is kaphatsz egy PV-t, procès verbal. Procès az azt jelenti, hogy per, jogügy, és verbal az a szóbeli, de ez a kettő szó együtt, PV, az sajnos a büntetést jelenti. Na jó, remélem, hogy nem kaptatok semmiféle büntetést mostanában, és remélem, hogy mindannyian jól vagytok. Nem sokára találkozunk egy másik videón. Sziasztok!